Szevasztok srácok, Csipi vagyok, jött a negyedik futbőzdés SBC, fut 12 az elnevezése, hogy ez várható volt. Azonban mutatok valamit még itt, kijött az új Kaka Premium Speciál SBC, ugye ez az End of an Era, Kaka visszavonult, kapott egy kártyát, 90-es kam, 90-es labdavezetés, 89-es passzhoz, 91-es lövés, állítok, szar a staminája, de azért megcsináljuk majd. Mindössze 2 darab SBC-t kérnek hozzá, ugye 283-as csapatot, egy vegyes, meg egy ilyen brazil, úgyhogy ez tényleg nagyon olcsó szerintem, bár a mostani áraknál lehet, hogy ez drága lesz, meglátjuk. Térjünk vissza ide a Foot Birthday-re, itt a Foot 12. Ugye itt már más az elnevezés, nem Memorable Players, hanem Blast from the Past, vagyis ilyen nagy ágyúk a múltból. Három játékos előre betettek, három brazilt, ugye ott van szerintem az a Chelsea-s védő, az David Luiz lesz, vagy nem? Alex, itt mondasz? Azt mondja Alexis, hogy David Luiz, akkor fönt egy Luiz Adriano, szerintem onnan az orosz ligából. Azt, hogy a Villarreal-ból, vagy... Hát ott ki szerepelt, aki brazil volt, nem emlékszek rá. Nem tudom. Nem akarunk hülyeséget mondani, hogy valaki egy másik brazil csatát beletett még a spanyolból. Hát, de minimum 3 brazil játékost be kell tenni, minimum 3 silver játékost és minimum 3 aranyjátékos, szóval az a Small Prime Gold Players Pack, az gondolom olyan lesz, mi, hogy izé, 3 silver játékos lesz benne, meg 3 arany, mi? Azért van így elosztva, vagy nem? Nem? Arany lesz benne mind a Prime Gold Players-be? Azt Alex azt mondja, hogy igen, szerintem silver is, mert szerintem ezüst is arany lesz. Na mindegy, 95-ös chemistry-t kérnek. Ezt nagyon egyszerűen meg lehetett oldani, 1 millió féleképpen megcsinálhatjátok úgy is, hogy az egészet megcsináljátok brazil játékosokból. Mi olyan játékosokat válogattunk össze, olyan ligákat, amikre már nincs szükségünk, illetve már klubba nem lehet őket eladni, tehát ilyen nem eladható játékosokból. Ugye betettünk ide brazilokat, volt egy rakás brazil játékosunk, ide a Szaúd-Arábia ligába betettem egy bal szélsőt, mert jobb szélső brazilunk nem volt feleslegbe, és akkor itt van egy brazil védő a lengyel ligából, ahhoz tettem még 2 lengyel játékost, ilyen csak 200 coinos szart. Úgyhogy így kijött a chemistry, de ugye nekünk mindenki klubból van, tehát mindenkinek megvan a loyalty chemistry-je. Hogyha ezt így megveszitek a transferről, akkor az valószínűleg nem fog kijönni, úgyhogy nem ez a legjobb megoldásra, de nekünk ez volt a legolcsóbb, mert 0 coinból kijött ez az SBC. Úgyhogy el is nyomom. Foot 12 ezzel kész, és akkor megint kapunk egy ilyen small pakkot, 8 játékosért 6-ot. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit dob. Azt mondja, hogy 5 arany, legalábbis ebből 3 rare. Prime players pack. És még egy bolt sincs benne, szánalmas. Trap. 82-es kapus. Hát nem is tudom. Kalapszor ez a pak, innen megmondom, ja? Tehát gyakorlatilag egy értelmes játékos nincs benne megint. Van ki duplikétünk is, ami mehet fel a transferre. Na srácok, hát ez a nagy Foot Birthday itt az ilyen, ezek a nagy fantasztikus napi SBC-k ezekkel a halálszar pakokkal, amiben van 6 játékos, amiben egy értelmeset nem lehet nyitni, mert ilyen trágya az egész, szóval ez a nagy születésnapi akció itt az ilyennél. Mindegy, hát készülünk ezzel a napi SBC-vel is, úgyhogy egy napi SBC letudva, aztán meglátjuk, hogy a végén kapunk-e valamit, mert most már tényleg lehetett olvasni mindent, hogy kapunk, vagy azt is, hogy nem kapunk, tehát igazából én nem találtam még mindig semmit a neten, ha arról, hogy kapnánk valamit, csak ilyen idióta youtuberek mondták, hogy kapnak, mert hogy kapunk valamit a napi SBC-k után, szóval meglátjuk. Azért tetszett, dobra egy lájkot, Csipi voltam, szevasztok!